Családbarát EKF programot szeretnél? Mutatunk néhány tippet, amivel gyerekjáték lesz megvalósítani. Először is ne esj kétségbe, hiszen a 4 horizontális célkitűzésünkből, ha minimum 2-ben teszel vállalásokat, az már elegendő ahhoz, hogy elfogadják a pályamunkádat. Ha ennél többet is sikerül, az csak növeli az esélyeidet. Másodszor, pályázóként a horizontális célok megvalósítása terén elérhetsz bronz, ezüst vagy aranyfokozatot. Attól függően, mennyire ásol mélyre és mekkora vállalást teszel egy-egy adott területen. Lássuk is a családbarát lehetőségeket. Első, a programok elérhetősége. A kisgyerekes családok legtöbb esetben babakocsival vagy babahordóval a hátukon közlekednek, ne egyisten nagy családos autóval, kis motorokkal és még vagy ezerféle kiegészítővel. A programodon való részvételüket azzal teheted komfortosabbá, ha könnyen megközelíthetővé teszed a helyszínt, akár alternatív lokációk választásával, akár a babakocsival történő akadálymentes közlekedés biztosításával. Apró gesztus, de sokat számít, a nyitvatartásnál figyelembe veszed a kisgyerekek etetési vagy alvási idejét, és nyitvatartasz olyan idősávokban is, ami a szülőknek kényelmesen elérhető. Második. A gyermekek alapvető szükségleteinek kényelmes kielégítése. Gondoltál már arra, mekkora kihívás egy eldugott helyet találni a szoptatáshoz, vagy kényelmes körülmények között megmosni a kisgyerekek kezét? Pár kis műanyag fellépő a csaphoz, pelenkázásra alkalmas felület, vagy a babakocsik tárolására alkalmas hely nagyban növeli a családok komfortérzetét. Ha igazán színügyednek érzed, hogy rendezményed a legmagasabb szintű kényelmet nyújtsa a családoknak, biztosíts pár családi padot, alakíts ki egy gyereksarkot, akár animátorokkal, játékokkal vagy kreatív eszközökkel. A csomagtárolásra alkalmas szekrények, vízvételi lehetőség, illetve egy kis árnyék a szabadban csodákra képes. És most nézzünk rá a programra a gyerekek szemüvegén keresztül. Vajon amit elképzeltél, érthető lesz gyerekfejjel is? Nem feltétlenül kell gyerekprogramot csinálnod ahhoz, hogy ez így legyen. Akár az is elég, ha az eseményen kihelyezett jelzőtáblák ikonokkal vannak ellátva, a gyerekek már is jobban tájékozódhatnak, nem beszélve arról az apróságról, hogy ha az ő szemmagasságukban is láthatóak a szükséges információk, a kiállított tárgyak vagy az előadás, már is jobban bevonhatóak a programba. Googolj le egy pillanatra és vedd észre, hogy fest onnan a világ. Ugyanígy egy étlap, egy térkép vagy egy programfüzet gyereknyelven rajzokkal megfogalmazva sokkal érthetőbb és élvezhetőbb. Nagyobb zajjal jár az eseményed? Gondoltál már zajtompító fültökök biztosítására? Nem feltétlenül kell ingyen osztogatnod ezeket. Megfelelő fertőtlenítéssel akár bérelhetővé vagy megvásárolhatóvá is teheted őket. Mindent a kicsik hallásának és a szülők nyugalmának épségéért. Szeretnénk, ha minél több családbarát program valósulna meg a Web 2023 EKF keretében, hogy a kisgyerekes szülők se szoruljanak ki a koruk és érdeklődési körük szerint nekik szánt eseményekből, és hogy a legkisebbek is aktív részesei lehessenek a programoknak. A javasolt eszközök főként olyan projektek családbaráttá tételét segítik, amik valamilyen látogatói jelenlétet igényelnek. Ha projekted nem ebbe a kategóriába esik, attól még lehet családbarát. Várjuk észrevételeidet, ötleteidet a látogatóbarát ekf@veszprémbalaton2023.hu e-mail címre.